Grand Opening összefogás elnevezést viseli az a kezdeményezés, ami országosan több helyszínt is érint, és azt hirdeti, hogy végre a hátunk mögött hagyjuk a vírus okozta nehéz időszakot. Nagykanizsán komoly zene csalogatta a hallgatóságot a főtérre. A Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége tagszervezetei, köztük a Kanizsai Kulturális Központ is, minden városban, abban a körben, ahol ezek a tagszervezetek végzik a munkájukat, Eger, Miskolc, Debrecen, Kecskemét, Sopron, Szentendre, Budapesten három helyszín is, a teljesség igénye nélkül soroltam fel a tagszervezeteket, és természetesen köztük mi is. A pandémiás helyzet lezárásának ünnepére egy szép, klasszikus, komoly zenei koncertet szerveztünk. Jelesül itt nálunk Nagykanizsán az Erzsébet téren, itt a Zenepavilonnál. Úgy gondoltuk annak idején, amikor ezt megálmodtuk, amikor a járvány a legjobban dúlt, hogy így fejezzem ki magam, január végén, február közepén körvonalazódott ki maga a program, és sikerült pályázati támogatást is nyerni. A Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségét támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkársága és a Nemzeti Művelődési Intézet is. Ez a Grand Opening, ezzel szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki kitartott, és hát különösen a nagykanizsai közönségnek. Természetesen a Kanizsai Kulturális Központ készül, hiszen színes zenés rendezvényeket szeretnénk az elkövetkezendő időszakban. Június vége felé, júliusban és augusztusban is, egészen augusztus végéig. Itt az Erzsébet téren, aztán a Móricz Zsigmond Művelődési Ház udvarán és a Medgyeszai Ház előtti parkban a már megszokott kellemes nyáresti szerenád hangulatát szeretnénk felidézni. Fantasztikusan jó érzés. Igen, örültünk, amikor megtudtuk ezt a lehetőséget, hogy újra muzsikálhatunk. Nagyon örültem, amikor Marika megkeresett, hogy lesz egy ilyen lehetőség. A kollégák is nagyon nagy lelkesedéssel vágtak bele a próbaidőszakba, és nagyon, nagyon szép műveket találtunk. Igyekeztünk olyan műveket választani, amit most a közönség így elsőre nagyon szívesen fogad, ismert dallamokat próbálunk játszani, de nagyon örültünk, hogy láthatjuk egymást, hogy újra együtt muzsikálhatunk. Igazán nagy élmény volt ekkora, ilyen hosszú bezártság után újra együtt lenni. Előtte mi a művészeti iskolában szoktunk próbálni, de most mivel egy iskola, oda nem mehettünk be, és nagyon örültünk, hogy a Medgyeszai Ház lehetőséget adott arra, hogy most ott próbálhattunk, tehát az összes próbánkat ott tartottuk meg a nagyteremben, a színpadon. A zenekar 2014-ben alakult, kizárólag vonós kamarazenét játszanak, klasszikus, barokk, romantikus és kortárs műfajokban. Fentes Ferencről annyit kell tudni, hogy ő több mint 20 éven keresztül volt a helyi zeneiskola igazgatója, és hegedűs volt. Az ő nevével szerettünk volna megemlékezni őróla, és hát úgy gondoltuk, hogy ez egy méltó névadás. Rengeteget szerepeltünk itt a városban, volt szereplésünk vidéken is, máshol is. Nagyon szeretünk együtt muzsikálni. Tervezünk is nyárra, valószínűleg a Balatonparton talán tudunk még majd muzsikálni egy-két alkalommal, de inkább majd az őszre koncentrálunk meg a téli időszakra, amire ugye teljesen új műsorra igyekszünk majd felkészülni.